Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió heti eset című műsorát látják. Mint az előzőekben is, most is az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról fogunk beszélgetni, ahol a természettudományi kar sporttudományi műhelyét mutatjuk be. Köszöntöm két vendégünket, dr. Bíró Melindát és Csörgő Tamást. Kedves tanárnő, mióta dolgozik az Eszterházy Károly Főiskolán, illetve mióta vezeti a tehetségműhelyt? Hát közel 15 éve kerültem be a főiskolára oktatóként, és hát azóta folyamatosan dolgozom tehetséges hallgatókkal, tehát a tudomány területén. Folyamatosan vezettem a TDK munkájukat, viszont a tehetségműhelynek a vezetését az csak 5 éve, hát vagy inkább azt mondom, hogy 6 éve kaptam meg, és az elmúlt 3 OTDK-ra már így közösen mentünk a hallgatókkal. Hogyha jól tudom, régen ön is TDK-zott, mesélne egy picit erről nekünk? Igen, én is megpróbálkoztam velem, még dr. Csillag Béla tanár úr irányítása alatt motoros képességek vizsgálatát vizsgáltam vízilabdásoknál, és bevallom őszintén, olyan szinten megtetszett a téma meg a kutatás, hogy utána ezzel a témával jelentkeztem doktori képzésre, habár nem ezt választottam utána. A ottani témavezetőm jobb voltából, de természetesen tovább szerettem volna folytatni a kutatást, úgyhogy igen, én is annak idén kipróbáltam ezt a tehetség, vagy ezt a TDK-t. A TDK műhely mióta működik, és mióta foglalkoznak tehetséges diákokkal? Ha jól tudom, amióta az egész OTDK rendszer elindult, azóta ugyanúgy a testnevelés és sporttudomány területén is megjelentek a hallgatók, és mi azóta szerintem ott vagyunk az elejétől kezdve. Körülbelül hány hallgató kutat a tehetségműhelyben? Ez változó, mert általában ugyan 2 éves ciklusokra osztjuk a kutatási tevékenységet, hiszen az OTDK-ra való felkészülés az ugye egy 2 éves periódus, néha hosszabb is, mert amikor egy hallgató elkezd mondjuk egy tudományos munkát, akkor az lehet, hogy akár 4-5 vagy akár több időt is igénybe vesz, de hát persze azért be kell szorítani a képzési időszakba. Ezért általában az ilyen 2 éves vagy 4 éves periódusokra osztjuk a felkészülést, és hallgatónként, meg tudományos munkánként függően olyan 10-15 hallgató mindig dolgozik a műhelyben. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a kutatásokban? Hát ez is változó, hiszen a tehetséggondozás az nagyon összetett. A sport területén pedig még inkább, hiszen most sokan lehet azt gondolják, hogy a TDK munka a sport területén az hasonlóan fizikai felkészítésről szól, de nem. Tehát a tudományos diákkör az ugyanúgy, mint más tudományterületen, nálunk is kutatásokból áll, utána a kutatásoknak a prezentálásából, tehát itt egy kis tévedés van helyenként, mert engem is meg szoktak keresni, hogy nálunk mi hogy TDK-zunk. Tehát ugyanúgy megvan a sporttudománynak is egy olyan tudományos háttere, amivel mi foglalkozunk. És a kollégáim egy része ugye azért a sport területén foglalkozik a tehetséggondozással, tehát lássuk itt a kosárlabdásokat, vagy esetleg a kézilabdásokat, vagy egy-egy sportolót, hiszen az is a tehetséggondozás része. És vannak, akik inkább a tudomány irányába mozdulnak el, és ott a tudomány területén gondozzák a tehetséget. Tehát ezért így azt mondhatom, hogy igen, mindenki foglalkozik tehetséggondozással, csak mindenki más területen. És milyen eredményeket értek el eddig? Az eredményeink szerintem jók, sőt, mondhatom, hogy nagyon jók, hiszen ha így visszapillantunk, akkor folyamatosan javul, de régebben se panaszkodhattunk, hiszen mondjuk ha 2007-et nézzük, akkor már ott 9 hallgató vett részt az OTDK-n, és abból egy külön díjat szereztünk, és onnantól kezdve pedig nem csak külön díjunk, hanem mindig voltak helyezetteink, tehát 2009-ben például már 10 hallgatóval vettünk részt, és 3 helyezést szereztünk, egy első, második, harmadikat. Ha tovább megyünk, 2011-ben már 11 hallgató vett részt az OTDK-n, és ha jól emlékszem, ott olyan sok helyezést szereztünk, hogy nem is emlékszem rá, azt hiszem 5-5 vagy 6-ot, tehát ott első, második, harmadik helyünk, sőt 2-3 külön díjunk is volt, és most a legutóbbi OTDK-n is nagyon szépen szerepeltek a hallgatók, és ott is szereztek a hallgatók egy második helyezést, egy harmadik helyezést, illetve egy külön díjat. Úgyhogy azt mondom, hogy szerintem a létszámokhoz képest, ahányan részt veszünk az OTDK-n, nagyon szép eredménnyel szoktak hazatérni a hallgatóink. Ahogy ön is említette, ezek tényleg nagyon-nagyon szép eredmények, de mégis hogyan ösztönzik egymást a kutatásokban a hallgatók? Hát ezt majd a hallgatóktól kell megkérdezni, de azért látom néha azt, hogy hogyan
tudják egymást motiválni, mik azok az ösztönzők, amikre felhívják egymás figyelmét. És bizony van egy-két hallgató, aki látom, mert előttem is szokta mondani, hogy hát nagyon jó ez a TDK, gyertek, próbáljátok ki, úgyis előbb-utóbb majd szakdolgozatot kell írni, és akkor mi lenne, ha mondjuk ti is előtte elkezdenétek kutatni, hiszen akkor már jóval hamarabb elkészül a szakdolgozatotok, tehát igazából szerintem ez is motiválja a hallgatókat. És utána, amikor bekapcsolódik a kutatásba, akkor természetesen már megérzi annak az ízét, és szerintem akkor megszeretik. Hát természetesen vannak mások is, hiszen nem csak ez az egy motivum, mert nagyon sokszor csak úgy jönnek be a hallgatók például az irodánkba, hogy hát ő TDK-zni szeretne, úgy nem nagyon tudja, hogy miről, de úgy gondolta, hogy ki szeretné próbálni magát ezen a területen. Illetve van még egy harmadik verzió, az, hogy a hallgató úgy jön be, hogy egy terület iránt érdeklődik, tehát vagy gyakorlati probléma, vagy elméleti háttérből hozza a problémáját, egy kutatási problémát, és akkor azt mondja, hogy ő szeretne erre választ kapni, és szeretné ezt kikutatni, megnézni, hogy esetleg mi van a hátterében, és így is indíthatjuk például. Kedves Tamás, te résztvevő voltál az idei OTD-kán, mesélnél nekünk, hogy miről kutattál? Hát igazából masszázsterápia hatását vizsgáltam, egy erős, drasztikus manuálterápiának a hatását idősek számára adaptálva. Arra voltam kíváncsi, hogy mennyire lehet átültetni ezt a csontkovácsolást, tulajdonképpen az erős manuálterápia az idősek számára, mennyire lesz a számukra eredményes és elviselhető. A jövőre nézve szerinted a kutatásodat be tudod építeni majd a munkádba? Természetesen be tudom. Eredetileg ez fordítva volt, hogy volt ez a munkám, és aztán utána ebből jött az ötlet, hogy ebből csináljunk egy kutatást, mert kíváncsi vagyok ennek egy-egy területére, és továbbra is ezt szeretném kutatni és dolgozni is. Tanárnő, elmondaná nekünk, hogy jelenleg milyen kutatási témákkal foglalkozik a műhely? Testnevelés és a sporttársadalom tudományi kérdései, az iskolai testnevelés és sport mindennapi problémái, a sport aktuális kérdései, olimpizmus, az olimpiai nevelés kérdése, rekreáció, sportturizmus, ezek mind-mind olyan területek, amikkel foglalkozunk. Még érdekességként szeretném megemlíteni, hogy például a sportszervezésben is vannak már olyan területek, amit elkezdtünk kutatni, és mi voltunk az első 2009-ben, akik először sportszervező hallgatókat vittünk az OTDK-ra, és három hallgató vett részt sportszervezőként ilyen témát gondozva, sportmenedzsment témával, sportgazdasági hátterét vizsgálva, és nagyon jó volt, mert a három hallgatóból kettő helyezett lett, egyikük Honfi tanár úr, Honfi László vezetése alatt, vagy irányítása alatt, vagy téma vezetése alatt pontosabban első helyezést szerzett, a másik hallgató pedig külön díjas lett, tehát igazából ez a terület is már egyre népszerűbb. És az idei OTDK-n megfigyelhető volt, hogy a rekreáció területe is egyre inkább népszerű a hallgatók körébe, úgyhogy ez a terület is még csak most bontakozik, és természetesen ezt a területet is majd innentől kutatni fogjuk. És ezek közül a területek közül melyek azok, amelyek önhöz közelebb állnak? Hát hozzám inkább a sportpedagógia kérdése, sporttörténeti, olimpiai nevelési területek az, amiket én inkább szívesen vállalok, illetve a tehetséggondozás, a sporton belül, a sportbeli felkészítés, és néha még egy-egy ilyen kiválasztás, bevállás kérdés egy-egy sportágban, az is még a kedvenceim közé tartozik. Tamás, ha jól tudom, harmadik helyezett lettél az OTD-ken. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát a kutatásomat azt mindenképpen szeretném folytatni. Most nagyobb hangsúlyt fektetve a prevencióra, eddig ugye az időseket vizsgáltam, most szeretném a fiatalokat vizsgálni, és ennek a masszázsterápiának hatásának tulajdonképpen azt a részét vizsgálni, hogy a prevencióra ez mennyire alkalmas, mennyire előzheti meg esetleg időskori betegségek kialakulását, mennyire segíthet az általános életvitelen ugyanúgy, mint hogy az időseknél. Kedves tanárnő, a jövőbeli TDK-val kapcsolatban alakultak-e már ki képek, hogy mi lesz, hogy lesz, témákkal kapcsolatban esetleg valami? Szerencsére igen. Én úgy gondolom, hogy azok a hallgatók, akik részt vettek az OTDK-n, azok közül is néhányan folytatni fogják a tudományos munkájukat. Ilyenkor van egy kis szünet, ugye most zártuk le az előző OTDK ciklust, tehát ilyenkor mindenki egy kicsit pihen. Néhányan fellelkesednek ilyenkor, és jönnek tovább, hogy ők szeretnék folytatni, vagy esetleg szeretnének majd valami új kutatási témában dolgozni, nem ezt a területet, ezt lezárnák, és valami újat kipróbálni. Szerencsére azok közül is már jelentkeztek néhányan, mint például Tamás is, hogy ő is folytatná a munkáját kicsit más területen. Jelentkeztek már azok közül négyen, akik itt voltak az OTDK-n, hogy ők folytatnák a munkát. És
Vannak újak is, akik már érdeklődnek, már van két hallgató, aki már aki már dolgozik a munkáján, tehát akik már felmérnek, akik már állítják össze a kutatási tervüket, és hát a többiek azok pedig majd szép lassan majd még szerintem jönni fognak, mert tudom, hogy nagyon sokakat érdekel a TDK. További szép sikereket kívánunk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!